Jó estét kívánok! Kezdődik az Esti Közelkép, ahol ma is aktuális helyi témákról beszélgetünk. Fókuszban a cégérték. Hamarosan egy nagyszabású szakmai, üzleti fórumnak ad otthon Debrecen. Ezen a tanácskozáson a vállalkozások értékéről, annak meghatározásáról, illetve a vállalatok pénzügyei mellett arról a szervezeti és egyéb feltételekről is szó esik, amelyek fontosak az üzleti élet szereplői számára. A részletekről kérdezem Árványi dr. Ványi Georginát, az Emberfejlesztés Kft. Ügyvezetőjét. Kezi Csokolom, jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm szépen. Georgina, nekem nagyon furcsa ez a cégnév, de gondolom, hogy ez nem véletlen. Van ennek valami üzenete? Köszönöm szépen a visszajelzést a cégünk nevével kapcsolatban. Abszolút van üzenete. Ugye az Emberfejlesztés Kft. Az egy 14 éves cég, vállalkozások fejlesztésével foglalkozunk, és abban hiszünk, hogy az ember egyrészt a legnagyobb érték minden egyes vállalkozásban, másrészt pedig minden azon múlik, hogy az emberek azok miként működtetik a folyamatokat, milyen módon állnak hozzá, milyen szemlélettel, milyen tudással, milyen kompetenciákkal rendelkeznek. Úgyhogy igen. Emberfejlesztés, vállalkozásfejlesztés, akkor ezek, ha jól értem, ezek kéz a kézben járnak. Így van, abszolút. Mivel foglalkozik konkrétan majd ez a szakmai tanácskozás, ez az üzleti fórum? Vállalkozásfejlesztői és szervezetfejlesztői tevékenységünk során egyre többször találkoztunk az elmúlt 1-2 évben azzal, hogy a cégvezetők, cégtulajdonosok azok elkezdenek fókuszt tenni arra is, hogy az ő cégüknek mekkora az értéke jelenleg, jelen pillanatban, illetve abban az időpontban, abban a távolabbi időpontban, amikor is ők mondjuk el tudják képzelni azt, hogy kiszállnak a cég életéből, eladják, átadják, valamilyen módon háttérbe vonulnak. Ez indukálta azt, hogy elkezdtünk tudatosan foglalkozni azzal, hogy milyen beavatkozásokkal, milyen fejlesztési módszertanokkal és mikre fókuszálva érdemes tenni azért, hogy egy cég értéke növekedjen. Miből tevődik össze egy cég érték? Egyáltalán mennyire objektív vagy szubjektív kategória ez? Nagyon sok mindentől függ, számos pénzügyi mutatótól is többek között, de például attól is, hogy hogyan működik a szervezet, hogyan működik a menedzsment benne, mennyire egyértelmű folyamatok mentén működik a cég. Ugye egy cégnek az eladása pillanatában, vagy átadása pillanatában nagyon fontos tényező az, hogy mennyire függenek a folyamatok, mennyire függenek az eredmények egy-egy embertől, akár a tulajdonostól, akár a cégben dolgozó kulcsemberektől. Az, hogy ez most napirenden van, és egy egész konferencia tud épülni e köré, a kérdéskör köré, annak van ahhoz a klasszikus közgazdasági tételhez köze, hogy a kishalat megeszi a nagyhal, mert ugye ön is cégeladásokról, akvizíciókról beszél, megtalálni azt a pontot, amikor, gondolom én eladóként, nekem az a legjobb, amikor a legtöbbet ér. Uh-huh. Hogy ezt megtalálni, ezt lehet-e tanulni egyáltalán ma Magyarországon? Tanítják-e üzleti iskolákba az angol száz országok? Azt hiszem, hogy azért ebbe lényegesen előttünk járnak. Igen, én is azt gondolom, hogy előttünk járnak, és szerintem foglalkoznak is ezzel üzleti iskolák, illetve üzleti képzéseken van erről szó. De én azt gondolom, és a mi törekvésünk nem az, hogy azokkal a cégvezetőkkel kezdjünk el dolgozni, akik most ebben a pillanatban akarják eladni a cégüket, és éppen egy nagy halként mozognak a piacon, és kis halakat keresnek, vagy mondjuk kis halak, és éppen közeledik hozzájuk a nagy hal, hogy maradjunk ennél a metaforánál, hanem sokkal inkább azokkal a tudatos cégtulajdonosokkal, akik már most gondolnak arra, hogy a jövőben szeretnének majd valamikor maximalizálni cégértéket azért, amit az előbb is mondtam, hogy például elmenjenek nyugdíjba, hogy egy másfajta életminőséget meg tudjanak élni. És ezért nagyon sokat lehet tenni. A legtöbb cégtulajdonos vagy cégvezető az abban a háromszögben mozog, hogy milyen a csapatom, hogy működik a szervezetem, milyen problémák merülnek föl, azt hogyan kezelem, honnan lesz bevételem, milyen szolgáltatással, termékkel jelennek meg a piacon, hogyan tudok innoválni, bővülni, hogyan tudok digitalizálni, akár mint ahogy a mesterséges intelligencia sem véletlenül van benne a programpontjaink között sem, és hogy mindezt milyen eredményességgel, milyen profit elérése mellett tudom elérni. Azonban ezek rövid távon nagyon-nagyon fontosak, és a fennmaradáshoz, meg az eredményességhez elengedhetetlenek, de hosszú távon nagyon fontos arra figyelni, hogy
hogy mindezek mellett egy ilyen perspektívát is tudjon saját magának és a tulajdonos felvetíteni így az életére vonatkozóan. És mi azokat a cég tulajdonosokat várjuk igazából erre a rendezvényre, akik ebben érdekeltek, és akik már elkezdtek ebben gondolkodni. Azt akartam megkérdezni, hogy ez családi vállalkozásokat érint elsősorban jellemzően, egyáltalán meghatározható-e, körülírható-e az a kör, akikre leginkább számítanak kis- és középvállalatok, nagyvállalatok, kik vehetnek ebben részt leginkább? Tulajdonképpen bárkit szeretettel várunk erre az eseményre. Mindenkit, aki céget vezet, aki céget tulajdonol, hiszen legyen az kicsi, közepes vagy pedig nagy vállalat, eljöhet nála az a pillanat, amikor ez aktuálissá válik, és egyre többször látjuk, hogy aktuális. Családi vállalkozások esetében abszolút relevanciája van szerintem ennek a témának, hiszen ugye a generációváltásról már nagyon-nagyon sokat és nagyon sokan beszélnek, az, hogy ez mennyire aktuális, nem is szeretném tovább árnyalni, nagyon aktuális, és nagyon sok esetben találkozunk olyan családi vállalkozásokkal, ahol a generációváltás vagy már megtörtént, vagy látszólag megtörtént, de valójában nem tud működni, vagy van egy ilyen áll generációváltás akár, hogy úgy mondjam, ahol beáll a második, harmadik generáció, de valójában nem igazán boldog ettől. Ugye nagyon nehéz ezeket a helyzeteket kezelni, akár szervezetfejlesztőként is nehéz benne lenni ezekben a helyzetekben. Mindemellett meg erre nagyon jó megoldások vannak. Tehát nagyon sokan vannak, akik nagyon szívesen megvennének ilyen cégeket, megvásárolnának, de sok esetben nem is jutnak el odáig ezek a cégek, és olyankor vérzik a szívünk nekünk is vállalkozásfejlesztőként, amikor azt látjuk, hogy egy nagy múlttal rendelkező, akár sok évtized munkáját magába foglaló vállalkozás az igazából nem tud tovább élni. Mindenféle okok miatt, akár azért, mert családon belül nincsen olyan, aki ugyanazzal a szívvel, lélekkel szeretné továbbvinni, akár azért, mert valami miatt nem tudnak tovább lépni egy másik fázisába a vállalkozásnak. Ilyen esetekre nagyon-nagyon jó megoldás lehet ez. Viszont erre érdemes tudatosan előre készülni. Egyébként az jellemző magyar vállalatoknál külföldről rengeteg jó példát lehet hallani, hogy 8, 9, 10... 6 dinasztiára visszanyúlik egy-egy cégnek a története, egy-egy márkának a hírneve. Itt viszont lehet olyat hallani, hogy 1-2-3 generáció kapcsán megbillen, ha használhatom ez, vagy döccen. Mást szeretett volna édesapám, mint mondjuk majd szeretne az üzleti életben az unokám. Hogy ez egy jellemző, leírható probléma, tud ebben segíteni ez a fórum? Nagyon sokan kutatják ezt a témát, azt gondolom, mind az akadémiai szektorban is, mind pedig a tanácsadói világban, és vannak erre statisztikák, hogy hány százaléka éli túl az első, illetve a második generációváltást az adott cégek esetében. Mi azt látjuk, hogy a sikeres generációváltások titka az, megint csak azt kell mondjam, hogy a tudatosság. Tehát amikor olyan módon nevelkednek már a gyerekek, hogy tisztában vannak vele, hogy mi az, ami rájuk vár, mi az, ami lehetőség adódik számukra ebben a családi vállalkozásban való működésben. Ez a mi üzleti fórumunk, a Fókuszban a cégérték címmel, amit rendezünk, ez nem a családi vállalkozások generációváltásáról szól elsősorban, hiszen az csak egy olyan eset, amikor a cégérték számításra alapvetően sor szokott kerülni. Mi elsősorban azokra szeretnénk fókuszálni, akik tudatosan szeretnék fejleszteni a cégüket, mindamellett pedig tudatosan szeretnék élni az életüket, hiszen az is nagyon jól látható, hogy a cégtulajdonosok, cégvezetők élete az egy különös létforma, mondhatjuk így, akár egy 0-24 órás, 7 napból 7 napot igénybevevő életmód, amiben bizonyos idő után azért elfáradnak a cégvezetők, és mi szeretnénk nekik abban segíteni, hogy tudjanak arról, hogy hogyan tudnak a saját életükben, amiből csak mindenkinek egy van, tehát szerintem ez egy nagyon fontos gondolat, abban tudatosak lenni, hogy meddig akarom ezt a cégvezetői létformát, cégtulajdonosi létformát működtetni, és hol van az a pont, ahol mondjuk szeretném kivenni a hasznát, az értékét annak a sok évtizedes munkának, ami addigra, ha lehetőség szerint minél magasabb szinten legyen,
és onnantól kezdve egy picit másféle módon élni az életet. Mert szerintem a számokon túlmenően, meg a cégértéken, meg a nagyon nagyfokú tudatosságon túlmenően ez is állati fontos, vagy ez is egy nagyon fontos küldetésünk nekünk, hogy megmutassuk azt, hogy lehet azért itt egy idő után letenni a lantot, ami viszont nem fog azzal járni, hogy veszni hagyom a cégemet, hanem pontosan ellenkezőleg. Említette a beszélgetés elején, hogy ebben az egészben az ember a legfontosabb. Az ember, a szaktudása, az mennyiben módosíthatja egy adott cég értékét? Nagy mértékben. Tehát a megfelelő szaktudás nélkül nem lehet működtetni jól és eredményesen cégeket, azt gondolom. Ez mind a cégvezetésre, mind pedig a benne dolgozó kulcsemberekre igaz. Ami szignifikánsan például csökkenti egy cégnek az értékét az, hogyha ezek a kiemelkedő és egyedi szaktudással rendelkező szakemberek, ezek nem helyettesíthetőek, hanem ezekre nagy mértékben kitett egy vállalkozás. Tehát vannak néhány fontos, erős pillér, akikre nagyon támaszkodunk a cégben, vagy nagyon támaszkodik a cég, és ha őket elveszítjük, hogyha őket elcsábítják, ha őket elviszi egy fejvadász, akkor ott nagyon nagy problémák merülnek fel. De például néhány héttel ezelőtt a beszállítói fórumon Szabó Pétertől hallottuk, a Schaeffler ügyvezetőjétől, hogy egy beszállítói kiválasztás során is az is milyen fontos szempont, hogy egy ügyvezetőnek van-e mögöttes vonala, tehát tudja őt bárki helyettesíteni, ha vele valami történik. Az ügyvezető ugyanilyen kitettséget tud jelenteni egy cég számára, mint akármelyik kulcsembere, aki nehezen pótolható. Vég egy utolsó kérdés, áttanulmányoztam ennek a konferenciának a programját, és találtam olyan előadást is, amiben a digitalizációról, a mesterséges intelligencia használatáról lesz szó. Hát gondolom, hogy ezek is hozzáadott értéket jelenthetnek ebben az esetben. Abszolút így van. Ez megint csak ugye az emberfejlesztés nevéből is adódik, hogy abban hiszünk, hogy az emberen múlik minden, és az ember nagyon nagy érték. Azonban a digitalizációt nem tudjuk megkerülni mi se, és ezért is hoztuk be ebbe a programba, mert hogy nagyon-nagyon nagy jelentősége van annak, hogy milyen digitális rendszereket, milyen dokumentációs rendszereket, milyen folyamatokat működtetnek a cégben az emberek, mert az nagy mértékben tudja elősegíteni is az eredményességet, illetve gátolni is. Nagyon szépen köszönöm Árvány dr. Ványi Georgiinának, hogy itt volt és megosztotta velünk ezeket a gondolatokat. Köszönöm szépen.